Sziasztok! Több olyan szituáció is előfordulhat, amikor valami ilyen oknál fogva kíváncsiak vagyunk a napelemeink maximális teljesítményére, maximális feszültségére, maximális áramerősségére, vagy éppen a nyílt áramköri feszültségre, vagy a rövidzárlati áramerősségre, hogy például meg tudjuk állapítani a napelemeink állapotát, hogy mondjuk az idővel mennyit, veszítettek a teljesítményükből, vagy hogyha például használt napelemeket akarunk vásárolni, akkor is előnyös lehet, hogyha meg tudjuk vizsgálni azt a napelemet, hogy milyen paramétereket tud még, meg még egy csomó esetben szükség lehet arra, hogy a napelemeknek ezeket a fajta tulajdonságait megvizsgáljuk. Ebben a videóban egy olyan mérőműszert fogok nektek megmutatni, amely mindenre képes, meg még több mindenre, hiszen valójában egy teljes értékű multiméter is el van rejtve benne. Tartsatok velem! Ez a kötyű a Bengódról származik, de ezzel együtt egy eléggé jó minőségű termék. Meg is mutatom, hogy mi van a csomagban. Ugye ez a kötyű, ez háromféle változatban kapható. Ez a Harmadik a legmagasabb fokozat, ez tud multiméter funkciókat is, de van olyan, ami a multiméter funkciókon kívül tudja ezt a nagy kijelzőt és az összes paraméter, mppt paraméter mérését, meg van olyan, aminek egy kisebb, egyszerűbb kijelzője van, és csak kevesebb mppt paramétert mér. Nyilván ez a Legjobb. Ehhez ugye mivel multiméter is jár egy ilyen multiméter mérőkábel, egy ilyen elfogadható minőségben, ilyen kb. 1 méter hosszban, egészen lágy kis vezetékkel, és akkor ilyen hegyes végződéssel. De a lényeg az itt van ebben a kis kemény tokban. Ez tök jó, hogy most mostanában már ilyeneket is adnak a műszerekhez. Használati útmutató, két nyelven, kínaiul és angolul, de igazából a készüléknek a menüje majd mutatni fogom egészen magától értetődő, így igazából nem is nagyon van szükség a használati útmutatóra. Van hozzá egy ilyen USB-A, USB-C végű töltőkábel, ugyanis ennek a kötyűnek beépített litium akkumulátora van, egy 1500 mAh aksia, ami a gyártó leírása szerint elég sok mindenre elég, tehát professzionális felhasználásra is alkalmas, mert hogy bírja. Itt van egy ilyen speciális mérővezeték, aminek két ilyen kis csipeszes vége van, meg egy ilyen csatlakozója. Ugye ez való a napelem vizsgálathoz, majd még elmutatom, hogy hogyan. És hát itt van maga a kis műszer. Na, és akkor ezt ide kell csatlakoztatni. Két kis tekerentyűvel így lehet stabilan rögzíteni. Na, és akkor nézzünk egy bekapcsolást. Hát tudod egy ilyen nagy színes kijelzője. Van, és akkor itt lehet választani az MPPT vizsgáló, a multiméter, a tesztrekord, tehát ugye el tudja menteni száz mérésnek az eredményét egy táblázatba, azt lehet itt megnézni, és vannak beállítások, hát nézzük végig, akkor ugye a fő funkciója tulajdonképpen ennek az MPPT, tehát napelem vizsgálat. Itt mindenképpen ki kell térnem arra, hogy mi az az MPPT. Ez a napelem rendszereknek, a napelem rendszeres invertereknek, illetve töltésvezérlőknek egy fontos tulajdonsága, hogy tudják-e ezt vagy sem. Az MPPT a Maximum Power Point Tracking angol szavaknak a rövidítéséből van, tehát a maximális teljesítménypont-követés. Ez azt jelenti, hogy a jobb fajta, nagyobb tudású invert, napelemes inverterek, illetve töltésvezélők tudják azt, hogy folyamatosan monitorozzák a napelemnek a feszültségét és az áramerősségét, és ennek a kettőnek a görbéje valahol metzi egymást, és ott lesz a maximális teljesítménypont, tehát egy adott feszültségen terhelve fogja tudni a napelem tábla a legnagyobb teljesítményt leadni, viszont ehhez Ugye olyan inverter, illetve töltésvezérlő kell, ami ezt a mérést és ezt a folyamatos követést és az annak megfelelő terhelést tudja. Különböző hőmérsékleten, különböző napsütés és bárnyékoltsági állapotban a napelemeknek a, ez a maximális teljesítménypontja, ez nem ugyanott van. Tehát, hogyha egy más hőmérsékleten, illetve más mennyiségű napfény beesésekor más feszültségen érdemes terhelni ahhoz a napelemtáblát, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt lehessen belőle kivenni. Ez akár 30% is lehet ez a különbség, amit egy ilyen MPPT képes Napelemes inverter ennyivel többet akár ki tud venni egy napelem táblából ugyanolyan körülmények között, mint egy olyan inverter vagy töltésvezérlő, ami ilyen MPPT követésre nem képes. Az esetek többségében nem kell tudnunk, hogy az adott pillanatban az adott napelemnek ez a maximális teljesítmény pontja hol van mert hát ugye magát az inverter, illetve a töltésvezérlő ezt intézi helyettünk, de ahogy a videó legelején mondtam, vannak olyan szituációk, amikor jó lenne ismernünk az adott napelemtáblának az ilyen jellegű tulajdonságait, hogy annak az állapotára következtetni tudjunk. Előfordulhat olyan például, hogy egy ilyen nagyobb napelemrendszerben az egyik string egyszer csak nem úgy kezd termelni, ahogy azt megszoktuk. Olyankor elképzelhető, hogy valamelyik napelemtáblával van probléma, és ez sok esetben nem látszik rajta a kívülről, és ilyenkor, hogyha a táblákat szépen végigmérjük egy ilyen műszerrel, akkor meg fogjuk tudni állapítani, hogy melyik az, amelyik nem úgy dolgozik, ahogy azt elvárhatnánk tőle, melyik az, aminek valamilyen problémája, meghibásodása van. Nos, ilyenkor jöhet jól egy ilyen műszer, aminek, ahogy látod, a nagy kijelzőjén egyszerre az összes paraméter leolvasható, tehát az adott napelem adott körülmények közötti maximális teljesítménye, maximális feszültsége, maximális áramerőssége, és a nyugalmi feszültsége, illetve a rövid zárlati áramerőssége, meg hát az adott pillanatban a, ennek a készüléknek a saját hőmérséklete, hogy ezzel védje magát a túlmelegedés ellen. És egyébként, hogyha itt nyomok egy ilyet, itt ugye láthatod, hogy ilyen táblázatszerűen még nem mértem vele egyet se, de el lehet vele menteni meglehetősen sok mérésnek az eredményét, és ami igazán érdekes, és ezt is majd mutatni fogom, a mérés elvégzése után ki tudja rajzolni az adott napelem táblának a maximális feszültségét és a maximális áramerősségét, és ezeknek a metszéspontjában pontjában az adott pillanatban érvényes maximális teljesítménypontját is ki tudja egy görbén rajzolni. Ezen kívül, ahogy mondtam, visszalépünk a főmenübe, itt ez a változata ennek a készüléknek multiméterként is tud funkcionálni, akkor ugye ezt az előbb mutatott mérő mérővezetéket kell ide a megfelelő portokba bedugni, és itt pedig a korábban ugye rögzített tesztrekordokat, tehát az elmentett teszteredményeket lehet megtekinteni, összesen 102 az, amit el tud menteni. És itt pedig a beállításokban pedig a maximális fényerőt, a nyelvet, azt, hogy a gomnyomásokra csipogjon de hogy mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan. Ez a sunlight mód, ez nem tudom mit talán erős napsütésben, még erősebben világít. És egyebek, mi lehet az egyebek? Ja, hogy hát azt is le tudod védeni, hogy csak egy kód, PIN kód benyomása után lehessen használni. Én mostanában ezt a lakókocsis utazásainkon ezt a 200 wattos foszibot összecsukható napelemet szoktam használni. Ez a Geekbuying-ról jött egy MPS Power station együtt, berakom a linkjét ezeknek, hogyha kíváncsi vagy rá, nyilván ez külön is megvásárolható. És nagyon jó, mert amint láttad, ilyen kicsi helyen elfér, és ennek ellenére viszont akár ideális körülmények között akár 200 wattot is tud. Most ez az ideálishoz viszonylag közeli Ödőlés a napnak a járásához képest, úgyhogy valószínűleg most elég jó termelést kell kapnunk. Egyszerűen a napelemnek a kimenetére, ugye ezekre az MC4-es csatlakozókra a, megfelelő, a megfelelőre ezeket a csipeszeket csatlakoztatni kell, úgyhogy belül érintkezzen az érintkezőkkel, és azt mondja, hogy press OK to start. Megnyomom az ok -t. System Testing, itt végigfut egy ilyen kis csík, és és már is mutatja, hogy P max, tehát maximális teljesítmény 151 watt, maximális feszültség 20,7, maximális áramerősség 7,52 amper, a nyugalmi feszültsége 22 volt a táblának, és a rövid feszültsége pedig 7,55 amper. Most nézzünk egy olyat, hogy így mondjuk így részben bárnyékolom a négyből az egyik ö, ilyen táblát, a négy részből az egyiket a fejemmel, és akkor nyomok egy új mérést, system testing, egészen gyorsan, kb. ilyen 2-3 másodperc alatt megtörténik, és így 115,25 watt maximális teljesítmény mutat. Ez azt is mutatja egyben, hogy ez a napelem eléggé jól van optimalizálva, a külön, a négy különálló része úgy vannak egymáshoz kapcsolva, hogy ha az egyiket bárnyékolja valami, akkor a másik háromnak a teljesítményét az nem veszi el, hanem csak az, annak az egynek a teljesítménye esik ki. Na és akkor most ismét teljes napsütés, ismét egy teszt, 1, 2, 3 másodperc, és már írja is, 149,07 watt. Úgyhogy, na, tök gyorsan működik a kis készülőnkünk is, és, és teljesen jól is. Itt mutatom, és az előző mérésnek az eredményét. Ugye, ahogy mondtam, egy ilyen grafikonon meg lehet nézni az értékeket, és a piros az a teljesítmény max, a kék pedig a az áramerősség. És így, hogyha ide bemegyünk a tesztrekordba, akkor ugye itt van négy mérést végeztünk el eddig, és akkor mind a négynek itt van a feszültség, áramerősség és a maximális teljesítmény, amit mért a készülék, és akkor ugye ilyenből 102-t ment el. És közben nézd meg, ilyen brutális napsütésben már ilyen fél 11-re teljesen feltöltődtek a napelemek, 97%-ot mutat, ilyenkor már lelassult a töltés, 2 kw fogyaszt a ház, mert a boiler megy, ugye a deje okos konnektorba dugva bekapcsolt és működik, hogy most csak 3,11 kW-ot Termel a ház, de egyébként az elmúlt két órában meg ilyen 6,5 kW az inverternek a maximumával termelt, úgyhogy nagyon hamar felnyomta az akukat. Úgy, vele 230,7 volt szerintem, ami valószínű, mert ez az inverter, ez a DJ inverter, ez nagyon pontosan szokta a 230 voltot előállítani. Most nézd meg, ugyanekkor ez a Kaivitz HT208F, ami egy multiméterben egy elég komoly készülék, ez 231,1-et mutat, 231,0-át, tehát 3 tized volt az eltérés a kettő között, hát szerintem az teljesen oké. Okay. Na, szóval a lényeg, hogy multiméterként is működik, most ezzel nem akarom az időt húzni, láthattátok, láthatjátok, hogy melyik milyen paramétereket lehet mérni vele, szóval igazából egy egészen sok célú műszerként használható. Nos, ennyi volt a Toolop ET275 műszer bemutató videó. Igazából ennél nagyon sokkal többet nem tudok róla elmondani, meg még annyit, hogy természetesen szokás szerint a linkjét berakom a leírásba, ahol meg lehet venni ezt is, vagy akár kicsit olcsóbban a kisebb tudású testvéreit is, a Bengódról, és viszonylag hamar megérkezik, elvileg semmit nem kell fizetni azon kívül, az áron kívül, amit ott látsz. Meg hát, ha valamit nem mondtam volna el, akkor az összes tulajdonságát ott meg is tudjátok nézni. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, én továbbiakban ilyen napelemvizsgálatra ezt fogom itthon használni. Azért láthattátok már az előző videóimban is, hogy van itthon már néhány napelem. Ha hasznos volt ez a videó, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló témákról is jönnek videók a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!